A MIOVI Pittybank tagovódája is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Az intézményben autómentes napot hirdettek, így a kerékpárral, rollerrel vagy gyalog érkező gyerekek jutalomban részesültek. Az óvoda az autómentes világnaphoz kapcsolódóan családi délutánt is szervezett, ahol a szülők és a gyerekek együtt vettek részt az épület körüli futóversenyen. A helyszín biztosítását és az útlezárást a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai segítették. Kerékpárral, rollerrel és gyalog is sokan érkeztek péntek reggel a Pittybank tagovodába. Az intézményben autómentes napot hirdettek, ahol azokat a gyerekeket jutalmazták, akik csatlakoztak a programhoz. Mi az Örökös Zöld Óvoda tagjai vagyunk, és ennek kritériumrendszere hangsúlyosan megjelenik a mi pedagógiai gyakorlatunkban. A pedagógiai programunk fő célkitűzése a környezet megóvására és a környezettudatos gondolkodás megalapozására nevelés. Ennek keretében megünnepeljük a zöldjeles napokat, jelen pillanatban az autómentes napot. Az óvoda munkatársai a gyerekeket és rajtuk keresztül a szülőket is arra ösztönözték, hogy ezen a napon autó helyett kerékpárral, rollerrel vagy gyalog érkezzenek. Hegedűs Hága elmondta, ennek célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a környezet megóvására és az egészségesebb környezet alakítására. Az eseményen az óvisok rendőrökkel is találkozhattak. Ők segítik most reggel, illetve egy kicsit színesítik ezt a programot. A gyerekek nagy örömmel várták őket, és így személyesen is tudnak velük találkozni. Megjutalmazzák őket, akik nem autóval érkeznek, és délután ehhez még egy családi nap kapcsolódik. A családi délutánon a szülők és a gyerekek együtt vettek részt az óvoda körüli futóversenyen, ahol a helyszín biztosítását és az útlezárást a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai segítették.